2018-ban egy fővárosi tervpályázaton indultunk, amihez pályázati pénzt nyertünk, és akkor nagy reményekkel indulva az egész sétányra szerettük volna, egészen a hídtól le a soroksári határig. Így is adtuk be a térközpályázatos első terveket, a költségvetés akkor olyan 450 millió körül volt, de már eleve nem nyertünk pénzt. Ami valahol egy kicsit megkönnyebbülés volt a képviselőtestem, hogy az önrész is így kevesebb lett. De ennek ellenére úgy határoztunk, hogy elkészítjük az egészre a koncepció tervet. Az tavaly elkészült, két variáció volt, egy ilyen szögletesen vezetett, és egy ilyen szép kacskaringósan vezetett. És a kacskaringósra szavazott a képviselőtestület, de a burkolattól kezdve mindent kötöttek, ami egy kicsit ellentétben volt a vonalvezetéssel, mert négy szögletes térburkolat van, vagy térkérnek, és közben pedig egy ilyen kacskaringós vonalvezetés. Ennek ellenére tovább terveztettük a terveket, most már engedélyek vannak a sétány melletti kikötőkre, meg mólókra, meg mindenféle kiülőkre, igazán ez lesz a nagy hozzáadása a tervnek, és maga az egész terület pedig önkormányzati, és végig lehet járni majd, ha minden jól megy. Viszont a kiviteli terveknek a költségvetésen az 300 milliónál pénzünknél sokkal több volt, és így azt mondtuk, hogy akkor ütemezzük, kétharmadot megpróbáljuk megépíteni ebből a pénzből, és egyharmadot majd később. Úgyhogy ott, ahol állunk, innen egy 100 méterre lesz a vége az első ütemnek, és akkor utána a másik ütemnek. A későbbiekben most kell a támogatási szerződést megkötnünk a fővárossal, tehát a tényleges pénz még nincs nálunk, de ez csak a tervek birtokában lehet megkötni. Ezzel párhuzamosan elkezdjük a közbeszerzést a kivitelezővel, és ha bízom benne, ha talán valami elkezdődhet ősszel, ha nem, akkor a következő tavasszal. Mi minden fogja színesíteni a sétányt, mik vannak tervben? Sok minden van eleve a sétány mellett, és ezek a funkciók tovább bővülnek. Például a Jódosos fürdő mellett, ha lesz, reméljük, lesz valamilyen kiülő terület, ilyen étterem, teraszka, valami, ami bentre is üzemel, meg kívülre is egy ilyen fregoli, akkor tovább a szálloda, meg az étterem felajánlottak, hogy különböző kisebb vendéglátóhelyeket helyez el, üzemeltet, kis kávézó, fagylaltozó, ilyesmi. Akkor lesz benne játszótérfelújítás itt a hátunk mögött, fitnesspálya, toalett hozzá, térvilágítás végig, és lesz benne okospad 2. Milyen az okospad egész pontosan? Hogy néz ez ki? Egy normális méretű pad, ilyen betonpad, aminek a teteje gyakorlatilag egy monitor, és egyben olyan, mint egy tablet a teteje, és mindenféle információkat lehet felgyűjteni róla, illetve lehet internetezni, nem kell hozzá különösebben semmi vezeték, mert napelemről működik az egész. Egy ilyen információs hely. Egyébként főépítészként mi az, ami fontos egy sétány kialakításánál, mi az, ami élővé teszi, mi minden? Hát ez, amit kérdezett, hogy legyenek rajta dolgok, ez mindenképp, de az is kell, hogy egy kicsit megálljunk. Tehát kellenek pihenőhelyek, padok, leülő területek, fás részek, ahol ott el lehet létezni. Úgyhogy, és ami szerintem nagyon fontos, hogy egységes legyen. Hát reméljük mi is, hogy minél nagyobb egységet fogunk tudni előhozni, de azért nagyon nehéz, mert már darabok megvannak a sétányból. Tehát nagyon nehezen fogjuk tudni egységbe hozni, igyekszünk. Nálunk fontos lesz, hogy végig lehessen járni, mert szakaszosan le van zárva kerítésekkel. Úgyhogy ez egy fontos, hogy egységes legyen. Azt mondta, végigjárni biciklivel mi a helyzet? Lehet-e majd itt biciklizni? Hát lehet, de nem szabad. Ez a sajnálatos módon. Látható itt is, hogy keskeny partszakasz van, és erre nem tudtuk megcsinálni azt, hogy olyan széles legyen, hogy biciklis és gyalogos is kényelmesen menjen. Egyrészt, másrészt van egy furcsa keresztirányú mozgás a sétányban. Itt lejjebb, hogyha nézzük, itt vannak evezős klubok, és a hátunk mögött is, és ezek az evezős klubok úgy működnek, hogy itt is alszanak a fiatalok nyáron. Itt van minden csónak betárolva. Folyamatosan keresztbe viszik le a hajókat, a sólyákon a Dunára. És egy ilyen keresztmozgásnál az ellenkező irányba biciklit engedni nem mertünk. Úgyhogy bízunk benne, hogy meg lesz az országos kerékpárút a mellettünk lévő utcán.
Azt mondta, hogy ha minden jól alakul, akkor ősszel talán el lehet kezdeni a munkálatokat. Nyilván így nehéz meg is jósolni az első szakasz befejeztének a végét, de mégis így nagyságrendileg mennyi időt vehetnek majd feltételezhetően időben a munkálatok? Hát én bízom benne, hogy a következő nyár, de tulajdonképpen szerződés szerint nekünk még 2 évünk van. Tehát 2 év a pályázatban benne van, nem késtünk le a végétől. Egy főépítésznek a dolga meddig tart egy ilyen ügy nyomán? Hát ameddig a szíve hajtja. De természetesen abban van dolgom, hogy ez a közterület alakítás is valamilyen szinten főépítészi feladat. De ezt azért csak a többi kollégával együtt lehet csinálni. Tehát vannak városgazdálkodási osztályon lévő kollégák, akik a közművekről többet tudnak, van akik a haszonélvezetről többet, egyéb minden hozzájárul a dolgot, tehát együtt tudjuk. Én inkább abban, hogy tervtanácsra vigyem, hogy állami főépítésszel egyeztesem, tehát inkább az esztétikai része az, ami főépítészi feladat. Meg gondolom feltételezhetően a használhatóság, a minőség is fontos lehet. Hát a minőség az mindenképp lenne főépítész feladata. Meglátjuk, hogy meddig bírom ezt. De hát persze nagyon relatív a minőség. Szóval sok minden anyagnak van minősége, és lehet az, hogy ez ilyen szubjektív, hogy ki melyiket szereti, vagy hogy tartja. Például a fenntarthatóság és a minőség, ez egy kérdés. Mert itt például, amit mondtam, hogy probléma ez a burkolat. Egyértelműen térkő burkolatot szeretne az önkormányzat. Ellenben a fővárosi elképzelések és egyébek között az van, hogy vízáteresztő burkolat legyen az ilyen sétányakon. Ami azt jelenti, hogy egy stabilizált kavics. De a stabilizált kavicsot fent kell tartani, folyamatosan karban kell tartani, folyamatosan dolog van vele. Jogos, ha egy önkormányzat azt mondja, hogy én egyszer megcsinálom, és egy ideig hadd ne nyúljak hozzá. Szóval ez egy döntés, amit nehéz, és nehéz főépítészként koordinálni az ilyeneket. Hát majd meglátjuk, reméljük a legjobbakat. Gondolom bízik benne, hogy aztán az első szakasz elkészült, után ez folytatódik, hiszen nagyon fontos, azt hiszem itt mindenkinek víz a sétány, ez minél előbb teljes egészében kiépüljön. Hát mi egyetemen így terveztük, hogy ez végig megy, mi az egyeztetéseket is az evezős klubokkal már lefolytattuk, tehát egyértelműen tudják, várják ők is, hogy ez meglegyen. Bízom benne, hogy vagy az önkormányzatnak, vagy a fővárosnak lesz pénze, hogy ezt tovább csináljuk. Bízom benne nagyon. Hamarosan fellépnek itt Pest Erzsébeten a Térzene rendezvényen belül. Milyen érzés újból Pest Erzsébeten muzsikálni, hiszen nagyon sok alkalommal voltak itt, és a zenekar is több mint 40 éves. Hát drága, nagyon jól érezzük magunkat, szívesen jövünk, szívesen engem meg a zenekart mindenki ismer, olyan formában, hogy ahogy mondta, hogy tényleg közel 40 éve, vagy inkább már elmúlt 40 éve, hogy itt muzsikálunk, és a polgármester úrnak és a háznak, a nagyháznak köszönet, hogy elismerő szavakkal éltetik, méltatják a zenekart, hogy jöjjünk muzsikálni, gyuszikán muzsikáljatok, jó kedvet derítsetek, és érzelmileg kötődünk a városunkhoz, a nagyfalunkhoz, és hogy mondjam, szeretettel, jósággal, bőséggel muzsikálunk minden nációnak, és azokat a nótákat, csárdásokat, opereteket, örökzöldeket, amit szeretnének hallani, ma délután is sort kerítünk rá, és örömzenét is mindenki örömére játszunk, meg azokat a örökzöld melódiákat, amiket tényleg ismernek, meg szeretnek az emberek, azt hallhatják tőlünk. Ez a hozzáállás, amit tanúsítunk, talán mindenki érzés látja. Ugye beszélgettünk az örömzenélésről, arról, hogy sok-sok évtized, de például, amit a kezében tart az a hegedű, annak is nagyon-nagyon komoly múltja van, és lelke is van. Milyen idős ez a hangszer, és kitől örökölte meg? Ez még családi erekje, hogy mondjam magának, még apám, meg nagyapám kezében is szólalt meg ez a hegedű. Apám volt a zenekarunk megálmodója, a Vajda zenekarnak, és sajnos apám már nincs közöttünk, ami egy nagy veszteség, és a hegedűje, meg
azok a nóták, az ő hangja, motivációja él bennem, és tényleg hát szeretettel, tisztelettel gondolok arra gyerekkorra, felnőttkorra, amit őtől lekaptam, meg hát ez a zenei kiteljesedés, ami jött. Hegedűnél mondják például, hogy minél idősebb, annál jobb, annál különlegesebb hangszer, és itt ugye két felmenőnek a lelkét is belemuzsikálták. Amikor játszik ezen a hegedűn, akkor ezt érzi, és úgy érzi, hogy tovább is tudja adni, ugye? Így van. Hát érzelmileg, gondolatokkal, hát úgy érzem, hogy tényleg továbbadjuk azokat a dolgokat, ami szól a családról, a szerelemről, az évszakokról, meg annyi mindenről, ami az élet adottságai, tényleg megszólaltatjuk ezen a négy fúron és a vonóval. Oly, de én is hát megtehettem önnek, oly, de szerelem megszülettem, oly, de szüktem magam. A koronavírus alatt úgy tudom voltak fellépéseik, de nyilván azért kevesebbek, mint lehettek volna, de nyilván más érzés, amikor már megint szabad téren feltétni. Milyen érzésekkel készülnek most fellépni? Nagyon, nagyon örültünk és vártuk erre az alkalmat. Megijedtünk, hogy nem lesz, hát, hogy megint, meg ez lesz, de a polgármester úr és a Dávid Anikójék, a Nezdai Vali, aki nagy hozzáállással, hozzáértéssel felkértek bennünket ismét. Hosszú évek óta csináljuk ezt a nyári térzenei fesztiválokat, amit tényleg a Vajda zenekar részt vesz, és hát örülünk neki, hogy itt vagyunk, hogy ez a koronavírus, bízunk benne, hogy engedélye sok mindent. A koronavírus alatt az embernek sok ideje volt gondolkodni, és sajnos a zenészeknek és a művészeknek kevesebb alkalmuk volt találkozni a közönséggel. Hogy értékelődött át minden ebben az időszakban? Nyilván sokat gondolkoztak. Hát a gyakorlással töltődött, sokat foglalkoztunk a muzsikával. Hát én tanítottam is ezelőtt az időt, gitárt, hegedűt, oktatók jártak a lakásunkra, és hát foglalkoztunk a zenével, meg készültünk az elkövetkezőkre. Azt mondhatnám maguknak, hogy örömteljes volt a felkészülésünk, mert több meghívás van olyan formában, hogy hát elkövetkezőkben megyünk ide, megyünk oda, most nem akarom meghatározni, meg mondani, hogy hova, merre, de a lehetőségek elismerése, még jóváhagyásával kerülünk olyan helyekre, ahova eljuthatunk. Sokat gyakorolt, és hogyha az ember sokat lép fel, akkor nyilván a repertoárban olyan számok is szerepelnek, ami a közönség kedvére való, de hogyha sokat tudod gyakorolni, elképzelhet, hogy elővett olyan számokat is, amit csak magának. Mik voltak ezek? Ez így van, hogy magam kedvére is, a gyerekekkel, tanítványokkal, kicsiktől nagyokig, felnőttekig, idősebbek is vannak, és hát a kollégákkal is készülnünk kellünk, mert van ez a Köszöntő Magyarország program, amiben benne vagyunk. Több éven keresztül megnyertük ezt a Muzsikáló Magyarország pályázatot, és hát felkészülés nélkül, gyakorlás nélkül nehezen menne a dolog. És a név és a múlt az meg kötelezés, talán egyre nagyobb a súly és a felelősség. Így van. Hát most, hogy ismernek itt bennünket a kerületben, meg az országban, a név kötelez.
méltán kötelez, mert a szeretet, meg a jóság bőség áldása ez. Nekem is, nekünk is, meg mindnyájunknak. Kollázzsal tulajdonképpen az sok esetben esetlegessé válik, ahogy az ember dolgozik ezzel az anyaggal, és az esetlegességet megfogom és megzabolázom szinte. Ahogy itt körbenéztem a szobában, azon gondolkoztam, hogy mennyiben mutatkozik meg vajon az üvegfestő művészi múltja azokon a képeken, amiken most dolgozik, hogy mennyiben mutatkozik meg, azt hiszem, ez egy másfajta látásmódot ad. Az teljesen más. Hát most egy pillanatra tényleg elgondolkoztam, mert ilyen kérdést még nem kaptam, de nagyon örülök neki, mert igazából én üvegdíszítő szakon végeztem a képzésiparművészeti gimnáziumban 56-ban. Jó kis évből. Igen, és hát bele is szólt a történelem rendesen az életem sorára, vagy folyamára. Ez alakította bármilyen módon is a művészi pályáját? Igen, úgy volt, igen. Hát mi négyen végeztünk ott az osztályon, és ott maradtunk az iskolába, és szeptemberben kezdtünk, egy csoportot alkottunk, és szeptemberben kezdtünk dolgozni az üvegosztályon, természetesen délután, tanítás után. És volt tervünk, hogy iparművészekként, továbbtanulással és képzéssel és gyakorlattal dolgozunk az alapnak, és mellette alakítunk egy művész csoportot, tehát közbeszólt ugye a történelem, és sajnos anyagilag is úgy álltunk a családom, hogy dolgoznom kellett. És akkor én elhelyezkedtem az üveg szakmába, de a rajzolás az mindvégig része volt az életemnek, mert ugye dekortervezéssel, formatervezéssel is foglalkoztunk. A bátya festő, ha jól tudom, a bátyám festőművész, igen, Szentendrénél szintén, ő tanárember egyébként, és az történt, hogy megtanultam ezt az üvegdíszítő szakmát, gravírozást, úgyhogy magát a mintát magam terveztem, és én gravíroztam. És akkor későbbiek folyamán, ahogy gyakoroltam a szakmát, 1970-ben mestervizsgát tettem, és szakoktatóként továbbra is ott dolgoztam. És akkor, amikor ugye befejeztem az aktív munkámat, akkor egyszer csak mondta a bátyám, hát miért nem próbálod meg festeni, rajzolni, hogy foglalkozz egy kicsit a képzőművészettel. És akkor úgy gondoltam, hogy valóban igaza van, és elkezdtem dolgozni, és különböző stúdiumokra, rajzszakkörökbe jártam gyakorlás miatt is, meg hát élveztem is a rajzolást. És hogyan alakult ki az idők folyamán a saját hangja? Hát ez úgy, hogy én a festő stúdiónak tagja vagyok, én már közel 20 éve, ahol különböző mesterek, Munkácsy Díjas mesterek tanítottak bennünket. Van egy valaki, akit esetleg kifejezetten mesterének tart? Konkrétan igen, az egyik, a kettőt is tudnék említeni, és hogy mind a kettőt szeretném megemlíteni, a Kovács Péter Balázs, Munkácsy Díjas festőművész, és Székás Zoltán festőművész, ők ketten. A kollázs festést az igazából Székás Zoltántól tanultam, és ezeken a kurzusokon, amit ő tanított, mindenki megpróbált, mert többen vagyunk, meg voltunk már kezdettől fogva, mindenki megpróbálta a saját képzelete, fantáziája, tehetsége szerint ezt a kollázs technikát úgy alakítani, hogy ő azt képileg átformálja valamit. Kihoz belőle, mint ahogyan itt a képeimben is látszik, hogy nem öncélú képek ezek, hanem mondandójuk van a néző felé, és méghozzá úgy mondandójuk, hogy a valóságot átlényegítem,
és akkor a bennem lévő érzéseket, gondolatokat megpróbálom kifejezni képileg, úgyhogy az a néző, aki megáll előtte, példának okáért volt olyan, aki állt, és nézte, azt mondta, hogy ő nem ért hozzá, ő nem tudja, hogy milyen, de valamiért nekem ez tetszik. Akkor már úgy érzem, hogy valamit mégsem csináltam rosszul, hogyha egy néző azt gondolja, hogy nem tudja megmondani, miért, de tetszik. Mi az, ami a kollázs technikában izgalmas, miért ezt a műfajt találja alkalmasnak arra, hogy kifejezze azt, amit mondani szeretne, vagy kiadni magából, vagy megmutatni? Én megmondom, mi az, hogy kollázzal tulajdonképpen a sok esetben esetlegessé válik, ahogy az ember dolgozik ezzel az anyaggal, és az esetlegességet megfogom és megzabolázom szinte, tehát azt megpróbálom valahogy úgy megfogni, hogy én abból már nem egy esetleges véletlenszerűséget akarok, hanem van benne gondolatom, belelátok valamit. Olyan is van, hogy amikor csinálom, ugye kicsi a hely, ahol dolgozom, és akkor amikor megnézem messziről, akkor egész mást látok, mint közelről, és akkor meg olyan is volt, hogy beindult a fantáziám, hogy te érdekes, hú, a mindenit, hát ebből még mit tudok kihozni, és akkor az annyira izgalomba hoz, és elkezdek rajta dolgozni. Persze, hozzáteszem, hogy a tanultakat azért föl kell használni, mert ugye nem csak abból áll, hogy odafestek valamit, hanem vannak bizonyos kompozíciós szabályok. Színegyensúlyra vigyázni kell, színekre vigyázni kell, és ugye mindenkinek van egy saját színvilága, így a művészeket is, ahogy látom, hát úgy nekem is, úgyhogy nagyon sok esetben rá lehet ismerni, mert van, aki például vagy csak barnás tónust használ, drappos barnát. Én szeretem a színeket, és van, amikor én is csinálok olyat, hogy két-három színből, vagy csak kétféle színből, de többnyire szeretem, hogyha színes. Melyek a kedvenc színei? Nyilván látjuk is, és miután megneveztük őket, ha megkérhetem rá mindegyik színről, mondjon valamit, hogy önnek mit jelent. Tulajdonképpen, amikor nagyon, nem tudom megmagyarázni, hogy mit érzek, de nagyon valami erős bennem, valami hatás ér, akkor a pirosakat, hétekes pirosakat. Viszont amikor a nyugodtabb, vagy valami nagyon bensőséges valamit akarok kifejezni, akkor nagyon szeretem a kékeket. És az a kék az ön színe, mondhatjuk, hogy leginkább tud vele azonosulni? Igen. Most is kékben van. Igen, nagyon szeretem a kéket, és a kék a barnával például nagyon szép, és hát a pirosak, a meleg, a tüzes színek, a sárga, a vörös a sárgával, vagy a piros a narancssal, ezek is tetszenek. De ugyanakkor volt olyan képem, és azt megvették, úgyhogy az egy nagyon szép, talán az egyik legszebb barnás tónusú képem volt, és Angliából itt volt egy fiatal házaspár kiállításon, és annyira megtetszett nekik, hogy megvették 2 évvel ezelőtt. Az csak barna volt és drap, és nagyon szép volt. Úgyhogy ilyen is van. Mert van itt ilyen sorozat, ott a legszélén a barnák drappok, úgyhogy volt idő, amikor olyat csináltam. Szeretek úgy, hogy 2-3, esetleg 4 darabot is, ami sorozatnak számít. Nem biztos, hogy ugyanaz a téma, de színvilágban, tehát úgy lehet sorozatnak számítani, hogy színben összetartoznak. Itt Pesterzsébeten tudom, hogy a Csiliben is láthattuk már munkáit. Igen. Most ugye a Pesterzsébeti Múzeum kertjében, a Művészetek kertben Igen. kiállításban önt is szerepeltetik az itteni alkotók Igen. között. Még hol találkozhattak a képeivel a pesterzsébetiek? Hát ajándékba adtam a múzeumnak, a Rátkai Múzeumnak 2010-ben, és az tavaly volt, ha jól emlékszem, vagy évelején, vagy tavaly végén, nem tudom, ott volt, vagy ott van képem. És ez érdekes, ez a kép, ami most ki volt állítva, ez az utcatárlati kép volt, és az evangélikus templom irodájából
kérték, ide telefonáltak, hogy megengedem-e, hogy a bélyegükre, postai bélyegükre fölteszik ezt a képet, és hogy szeretnék. Hát természetesen megengedtem, hát semmi akadálya. És őszintén szólva még örültem is neki, mert azért akkor az azt jelenti, hogy nem rossz a kép, hogy tetszett a kép, úgy gondolom. Hogyan képzeljem el egy napját? Van olyan nap, hogy ne festene? Van. Igen, van. Én nagyon sokszor van úgy, hogy gondolkozom napokig. Nem is nyúlok hozzá. Ha el is kezdek valamit, akkor ide kirakom, és napokig elmegyek mellette, és most spekulálok rajta. Úgyhogy nagyon sokszor van ilyen, hogy nem fogok bele. De olyan is van, hogy félreteszem, elkezdek másikat, harmadikat is, és akkor újra előveszem, vagy kirakom egymás mellé, vagy szóval, hogy sokat gondolkozom rajta. Mint például ez a kép is, ez a középső nagy kép, ugyanezzel a technikával készült, de ez is nagyon érdekes, hogy sokáig készült, nagyon sokáig. Mikor van kész egy kép, vagy mikor lehet elengedni? Nincs kész a kép. Soha nincs kész a kép, mert mindig úgy gondolom, hogy például ez is, ez a nagy kép, ez tavaly volt Újpesten kiállításon, tavaly ősszel, és sikere volt. És mégis a napokban azon gondolkoztam, hogy talán ez a vörös mégsem annyira jó hozzá. És lehet, hogy igazam is van, hogy kéne vele valamit csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy mintha nincs befejezve. Tehát mindig előfordul, hogy valamit látok, és akkor ki kéne javítani. És volt, hogy kijavította, ugye? Volt már olyan, hogy ne. És most mi alapján dönti el, hogy fékezi-e a kezét, vagy sem? Hát tulajdonképpen... Nem döntöttem el azt sem, hogy még alakítok rajta, de azt sem, hogy nem, de azt tudom, hogy nem vagyok vele teljesen úgy megelégedve, hogy azt érzem, hogy majd egyszer valamit kitalálok. Már gondoltam, megmondom őszintén, gondoltam aranyra is, mert az arany, ahogy azon a képen is, ha a pirosra rámegyek, ezt utólag tapasztaltam, akkor egy olyan narancsos csillogást ad. És ezen gondolkoztam, mert tulajdonképpen ez egy olyan múltidézet, ugye a jövő emlékei címmel a kép, és arra gondoltam, hogy ezt a vöröses részt, hogyha én aranyfestékkel rámegyek, átüt rajta a vörös, és akkor ad egy olyan tompa, ebben gondolkoztam, egy olyan tompa narancsos szint, ami a közepében lévő mustársárga romok, vagy minek nevezem, azok úgy passzolnak hozzá. Ez a tervem, hogy ezzel még esetleg ezt fogom megcsinálni, hogy úgy gondolom, hogy ezt még talán. Volt-e, vagy van-e olyan kép, ami megközelíti azt, ami úgymond a tökéleteshez közelíthet. A kavargó érzések címmel. Nekem, legalábbis nekem, de lehet, hogy ön, ha meglátja, akkor csodálkozik, hogy ezt nem igazán ért, hogy én nekem ez miért jön így be, de nekem az. Eddig úgy voltam, ide kiraktam, mikor elkészült, úgy elkészült, hogy csak megnéztem, de nem azzal a szándékkal hoztam ide, hogy na, ez akkor be van fejezve, hanem hogy megnézem kicsit messzebbről, és ahogy néztem, akkor döntöttem el, hogy ebben nem nyúlok bele. Abszolút nem nyúlok bele. Nem, ez így jó. Szóval azzal az egy képpel voltam eddig még úgy, hogy na, akkor ez most itt abba hagyjuk, és be van fejezve. Egy képet könnyű egyébként elengedni, hogyha mondjuk valaki meg szeretné vetni, például pont ennél a képnél, hogy ezt odaadná másnak, ezt vagy eladná? Nem. Ezt nem? Nem. Az se volt könnyű, amit eladtam, mert az is nagyon szép volt, és az itt szerepelt a galériába, Gál galériába is, főhelyen még hozzá, és az unokám meg is mosolygott érte, hogy nehezen tudok megválni. Ugye régebben még jobban megvették a képemet, mert a természet elbűt képeket jobban szerették az emberek. Modernebbeket kevésbé? Általában a többség kevésbé, igen. Igen, ez
tudom, hogy ez később is így lesz, vagy egy korosztálynak majd fel kell nőni ahhoz, hogy csak kizárólag ezeket az elvont, absztrakt képeket szeretik. Kicsi képet nem olyan nehéz, mint egy nagyobbat, de a kicsinek, hogy mondjam, meg kell szólalni ahhoz, hogy felfigyeljenek rá. Mert nem mindig a méret a lényeges, hanem az, hogy mennyire peng az a kép, amit lát az ember. Például ez a kis kép is, igen. Valami olyan, hogy mondjam, olyan belső mélységet lent valahol a bugyorba, és mégis van egy remény a fény a sötétségbe. Úgy érzem, hogy az emberi lét az ilyen, hogy vannak mély részek mindenkinél, minden embernél. A legbelsőbb énje, amiről nem is szeret talán beszélni, vagy nem is beszél, de van remény még a legmélyebb részekbe is, hogyha egy kicsit mondjuk olyan keserűség, vagy bánat van a lelkemében. Van remény, mindig van remény. Mindig van egy fény valahol, mindig. Csak meg kell találni, törekedni kell az embernek arra, hogy ne keseredjen. Én biztos vagyok benne, hogy nem is létezik szinte olyan ember, aki megélt egy X-kort, nem éppen fiatal. Annak az életében biztos, hogy történtek. Szinte minden dolgok, szinte minden embernek egy regény az élete. Lehetne róla könyvet írni. Nem szabad elsüllyedni a bánatba, keserűségbe, így gondolom. És ez a képeken is kell, hogy megmutatkozzon, azáltal egy kicsit vidámabb hangulatú legyen az a kép, ha van mondandója. És szóval tetszen is, színben is, formában is, és el is gondolkoztassa a nézőt, ezt gondolom én. Az életünk erről szól, hogy van fény, csak meg kell keresni. És önnek mit jelent a festés? Mit jelent festeni? Hát nekem, úgy mondjam, mint aki nincs egyedül, olyan érzés. Itt ülünk a Szabó Ervin könyvtárban, és hát hivatalos megnyitója nem lesz most ennek a kiállításnak, viszont mindenki megnézheti augusztus végéig Eszei Zoltán Lila Lazgó címmel kiállított munkáit. Mi ez a cím, mit jelent? Hú, ez nagyon jó lenne könnyen elmondani, de nem nehéz. Igen, nehéz. Az úr, ez gyönyörű. Leginkább azért, mert minden, ha festek, akkor biztos, hogy ott van a lila a képem, a festmény. Szinte igen, igen. Mindig minden van. És... Mit jelent a lila szín? Mitől izgalmas? Hát egy összetett szín, a kék és a piros szín. Igen, ennek a vegyítéséből. Igen, és abból lesz, hogy vagy vörösebb, vagy kékesebb, és nagyon izgalmas lehet közel, ilyen, éppen a halványabb, vagy erősebb, de nagyon-nagyon szép. Nagyon egyszerűen nem tudom, miért ez így jön belém, hogy mögöttem, hogy ez a, hogy mindig ott van a lila szín. Igen. Milyen hangulatot, vagy milyen olyan otthonosságot ad a képeknek az a lila, amit tudunk, mennyire magáénak vallja? Úgy van, hogy ott van mellette mondjuk egy kék vagy egy zöld árnyalat, és ez nagyon izgalmas egymás mellett. Igen, hogy nem csak magában a lila, gyönyörű, de még nem él, nem mozdul. Amikor igazából láttam először a dengert, akkor is ott van benne, volt ez a szín csoport, ez ott van benne, a linás, a kék és a türkéz, a okkeres árnyék, és ezek nagyon-nagyon gyönyörűen mozdul az egész, és
lehet szerintem alkotítban, valakinek a kék, van a zöld, nekem valahogy a lila az, ami meghatározza. Igen. A fotó nagyon kisebb, az a kisebb fotók ezek, és pár Pest Erzsébeti téma, meg inkább ilyen városkép, meg egy-két hangulat, de ebből nagyon kevés van, mert a vitrínben van hely a fotóban, és nagyobb festményeket tettük föl, ami éppen belefért a vitrínbe, és inkább jobban látványosabb volt, mint ha most fotókat állítottuk volna fel. De azért, hogy legyen mégis, mert nagyon, nagyon fontos. És hát itt élek Pest Erzsébeten, és mindig jövök, megyek az utcán, és akkor alkotok úgy, hogy meglátok valamit, és akkor az ott van a fotógépemben. A fényképezőgép az egy olyan szükségszerű eszköz, hogy mindig ott kell lenni a közelben, most nem látják a nézők, de itt van az asztalon egy fényképezőgép. Igen. Az fontos, hogy mindig kéznél legyen, hiszen mindig lehet egy pillanat? Ez. Úgy tudnám mondani, hogy ez kicsit humoros, talán úgy, hogy találkozok egy UFO-val, és nincs nálam ilyen gép. Senki nem fogja elhívni. És akkor nehogy véletlenül lemaradjak róla. De nem, inkább azt tudnám mondani, hogy mivel alkotó ember vagyok, mindig jönnek információk, ilyen képi információk, jövök, megyek, és meg kell állni, akkor ott a gép, és akkor régen valószínű vászlatoltunk volna a festőknél, de nekünk nagyon jó, mert ott a fotógép, és azon lehet rögtön. Ez annyi, hogy csak mondjuk valami hangulat, egy fény játék, vagy szín játék, és meg kell. És meg az, hogy olyan állapotban van az ember, hogy mindig ilyen képkészítő állapotban van az ember, hogy örülök, hogy így élek itt a világban, és próbálom ezt megmutatni, hogy mitől izgalmas. Dolog. Na, izgalmas, ugye, hogy a fotó ugye egy kívülről jövő impulzus nyomán keletkezik egy gép segítségével, egy festmény meg egy belső impulzus, amit ugye külsővé változtat a saját kezével. Szokta az ember időnként megnézni a saját munkáit, hogy vajon mennyit változott az idők folyamán, az a tekintet? Ezt mindig szerintem egyszerűen nem lehet kivenni, sőt, hogyha valaki kért egy festményt, vagy valaki neki odaadnám, és amíg ott van, az biztos, hogy kell még hozzányúlni. Pedig próbálom, hogy ne, de... Igen, szeretném is kérdezni, hogy mikor lehet elengedni egy festményt, mikor van kész. Még azt is megpróbáltam, hogy aláírtam, és akkor onnan már nem szabad, de hát másnap megnézem, és akkor hát még mindig valamit kellene. Most volt egy olyan kis váltás, hogy most eléggé, egy kicsit próbáltam frissen hozzá nyúlni a témához, és igyekeztem egy-két olyan képet, hogy ne több napig, hanem egynapos képet tudjak festeni. Ez nem semmi más miatt, hanem hogy sokszor úgy van, hogy nagyon sok időm van, akkor feldobom, nagyon izgalmas, aztán utána jól elfárad a festmény, a téma. És azon kell... Pihentetni kell? Hát nagyon mérges leszek, és akkor próbálok visszamenni a részem. Amire azt hiszem, hogy még ha többet dolgozok, annak jobb lesz. Pedig rájöttem, hogy például egy portrét festek,
megvan ez a folyamat, hogy földobom, nagyon izgalmas, meg fárad, akkor utána visszateszem, és bármit is dolgozok, nem fog megszólalni. Sajnos úgy, hogy meg kell ezt elfogadni, hogy bármi, mint tudok megfesteni, sajnos nem lesz élő, úgy élő, hogy ezt lehet úgy érted. Hogy elégedett legyen veled. Igen, igen. Biztos vagyok benne, hogy van legalább egy-két olyan munka, ami megközelíti azt a bizonyos megszólalást. Ezek közül van olyan, amit esetleg most itt láthatunk? Igen, igen. Például rögtön az első, ez egy csendélet. A nagyobbik lányomnak, Juditnak készült, vagy 3-5 éve, és akkor még csak ilyen keret nélkül odaadtam a Juditnak, és ő meg egy gyönyörű keretet tett és az annyira rengeteg, tehát igen. Úgyhogy nekem is egy nagy élmény volt, hogy ugyan megláttam így fül a kerettel. És van még olyan kép a kiállítottak közül, amit úgy szívesen kiemelne? Az egyik az, ami 1983-ban készítettem, egy olyan technika, hogy nem egy, hanem vegyes kéz, egy katáng eredet monda volt, ez a katán, és egy szép lányat megrajzoltam, és oda tettem körülötte a verset, és azt nagyon szerettem. Mindkettőnknek nagyon kedves egy olyan kép, ami nemrég készült, egy nyári emlék nyomán Korfon tudtunk nyaralni, és ott készült egy fotó, egy templom kertjében, egy különleges kis épület volt, növényekkel, nagyon szép fényel, ott volt a közepén a Júlia, egy sárga ruhában, kalappal, és Júlia kérte, hogy úgy fessem meg, hogy festői legyen tényleg, hogy nem fotó, realista, hanem mindenképpen ilyen szabadon festett. Júlia, ő, aki nagyon sokat segít, hogy egyáltalán festő legyek, mert ő nagyon sokat, neki is nagyon fontos, hogy én fessek, és meg is nézi, hogy mit alkotok, és megbeszéljük, hogy sikerül, és ő az, aki nagyon sokat támogat, mert egyszerűen egyedül nem tudnám. Júlia párom, nagyon, nagyon szeretem, és nagyon sokat segít. Nagyon-nagyon kell, hogy segítsen a festészetben, mert nem tudnék igazából. Amikor volt a betegségem, akkor nagyon sokat tanított, beszélgetett. Ez volt a betegség, ez az afázia, ez a beszéd zavar. És úgyhogy egész jól most már próbálom ki küszöbölni, de ő volt, aki segített a gyógyulásomban, és nagyon sokat segít ahhoz, hogy én tudjak festeni. Nagyon örülök, hogy újra tudok kiállítani festményeket, grafikákat, fotókat a könyvtárban. Úgy örülök, hogy nagyon sokan jönnek a
könyvekért, és közben megnézi a alkotásaimat, és nagyon jó visszhang szokott lenni. És én is úgy szeretném megköszönni még, hogy régen, hogy olyan képeket hoztam, amit nem látott senki itt Pesterzsébeten. Régebbi képeket tudtam hozni, és újra, és új, teljesen új képeket is hoztam. Jelen pillanatban mi az, ami az izgalmas a festésben, mi izgatja leginkább, és a fényképezésben? Átteszem, ez a pillanat, ez a nincs. Fotózás. Igen, az, hogy kimondottan nincs egy feladatom, hanem tényleg úgy jövök, akkor mindig ott van, és igen. De mindig úgy van például a fény, árnyék, a színek, a hangulatok, maga tényleg Pesterzsébet, hogy hány arca van, mindig más-más. És a festés meg, amit mondok, hogy vissza kéne találni a kicsit ilyen frissen, hogy ki kéne cselezni magamat, hogy inkább ilyen jó frissen, kevesebben, nem miatt, hogy gyorsabban festek, hanem tényleg, hogy ezt ki tudjam kerülni, hogy megvan a kép, mondjuk másfél, két-három óra alatt föl van dobva az egész, és akkor próbálja az ember így hangolni, szépen finom, tisztítani rajta, meg minden, és akkor ez valószínű onnan van, hogy igazából iskolában nem tudtam tanulni a festészetet, úgyhogy lehet, hogy ez annyi, hogyha lett volna egy igazi iskolai mesterem, akkor ez könnyebben átlendül. Úgyhogy ez, hogy így magam mestere tudok lenni, így megpróbálom. És mi az, ami a legizgalmasabb a festésben? A portréfestés? Festészet? Az arcok? A tekintetek? Hát nem, leginkább maga a színek. A színek? Színek, igen. Jaj. Igen, meg az a másik, hogy mindig próbálom izgalmasabban, hogyha nagyon sokáig festem a festményt, abból a végén majdnem lesz egy olyan, hogy mint egy fotó, de attól még nem, az tényleg idő, hogy az most mennyit dolgoztam vele, mennyire dolgozom ki, de sokkal izgalmasabb, mikor hogy legyen egy ütése egy képnek. Sokszor van, hogy kicsit visszajön, hogy feladja az ember, és akkor... Tehát akkor van kész egy festmény, ha a festő feladja? Nem, akkor kicsit pihenni kell, vagy egy jó kávét kenni, és akkor, vagy egy kis zenét. Nagyon fontos a zene, és újra kell. Egy kicsit pihenek, és akkor újra lehet készíteni.